Környezetünk tisztán tartása és védelme mindannyiunk fontos feladata. A Magyar Természetjáró Szövetség fogja össze hazánk turista egyesületeit, akik áldozatos munkával sokat tesznek a természet megóvásáért. A közgyűlés több fontos kérdésben hozott döntést, ami meghatározza a természetjárás jövőjét. Választmányi ülést tartott a Magyar Természetjáró Szövetség május 24-én szombaton. Az ülésen több fontos előterjesztés sorsáról döntöttek a küldöttek. Örülök neki, hogy egy eredményes, határozatképes választmányülés lehetett, amely elfogadta tulajdonképpen az előterjesztéseket, és így folyhat tovább a munka ebben az évben is. A választmány többek között elfogadta az előző évi zárszámadást, a 2014 évi költségvetést, illetve az ellenőrző testület jelentését. A civil törvény változása miatt módosításra került a szövetség alapszabálya is. Az első kapavágások megtörténtek a TTR fejlesztés és a turistautak fölmérése területén. Az a nagy célunk, hogy ausztriai színvonalú természetjárás legyen, és ezt megújítsuk Magyarországon. Ezek voltak az első kapavágások az előző évben, és most folytatjuk. Úgyhogy a neheze még csak most jön. Az elmúlt évben nagy előrelépést tett a szövetség a hazai természetjárásért. Felmérték az országos kékkört, és hamarosan debütál a TTR, azaz a természetjárók térinformatikai rendszere. Célul azt tűztük ki, hogy minél több turista útvonalat szeretnénk fölmérni ebben a következő évben. Ehhez kaptunk egy állami támogatást is, és azt szeretnénk, hogyha a szakmai munka is kiszélesedhetne az MTS berkein belül. Hát a turistáknak azt üzenem, hogy továbbra is legyenek lelkesek a természetjárás iránt is, vegyenek részt hasonló lelkesedéssel az idei évben is a munkában, és hát fogadják nyitottan azokat, akik a munkánk során fölfedezik maguknak a természetjárást, legyenek nyitottak az új érkezők felé, és ők is tudjanak megújulni, úgy, ahogyan megújul a természetjáró turizmus Magyarországon mostanában. Nem marad más hátra, mint teljes lendülettel folytatni a munkát a hazai természetjárásért sokunk örömére. Egy turista mondás szerint egy menedékházbeli ágy egy kórházi ágyat vált ki. A Pilis és Visegrádi, valamint a Börzsöny-hegységben a napokban adtak át egy-egy szépen felújított kulcsos házat, így legalább 50 kórházi ágy feleslegessé válik. Kesztölc és Pilis-Szentlélek között található a Fekete-hegyi kulcsosház. Turisták körében Sasvészek kulcsosházként ismert épület története a két világháború közötti időszakra nyúlik vissza. Néhány éves megszakítással 1933. október 15-e óta áll a turisták rendelkezésére. Esős idő fogadta a felújított Fekete-hegyi kulcsosház átadó ünnepségére érkezőket. A Pilisi Parkerdő turistaház felújítási programja keretében tavaly és idén 4 turista és menedékházat újított fel 200 millió forintos összköltséggel. A megnyitó beszédében a térség országgyűlési képviselője kihangsúlyozta, a természetjárók nagy ajándékot kaptak a felújítással ezen a napon. És egy nagyon fontos állomása, egy következő állomása egy olyan stratégiai együttműködésnek a számunkra, amit miniszterelnök úr és elnök úr tavaly dobogókőn aláírhatott. És hát látjuk azt, hogy az, ami ott elindult, annak tényleg folytatása van. Köszöntőjében az igazgató úr elmondta, a Természetjáró Szövetség bizakodó és igyekszik mindent megtenni, hogy az elkészült házakat a természetjárók ténylegesen használni tudják. A dorogi természetjáróknak egy szíve csücske, hosszú történetek, adomák, legendák kötődnek ehhez az épülethez. Nagyon sok generáció, dorogi generáció kapcsolódik ehhez az épülethez. A polgármester szerint a város nagy ajándékot kapott, és mivel ajándékként tekintenek a felújításra, így viszont ajándékokkal köszönte meg a város a felújításért tett munkát. A Fekete-hegyi kulcsos házat 80 évvel ezelőtt a helyi természetjárók építették, és mai napig a Dorogi Sport Egyesület természetjáró szakosztályi üzemelteti. Ezúton is köszönöm az elmúlt időszakban végzett munkájukat. Bízom benne, hogy elkövetkezendő időszakban is az erdőgazdasággal továbbra is ugyanilyen jó kapcsolatban és szorosan egymás mellett működve tudunk dolgozni a természetjárás és a természet szerető emberek örömére. A felújításkor a Pilisi Parkerdő a mai kor igényeihez igazította a ház kényelmi felszereltségét, szem előtt tartva az eredeti bakancsos kulcsos ház jelleget. A felújítási munkák során kicserélték a tetőt, felújították a kéményt, szigetelték a falakat. A felújítási és korszerűsítési munkák mintegy 25 millió forintból valósultak meg, ebből az összegből futotta még a teljes bútorzat cseréjére, a konyha felújítására és egy vizes blokk kialakítására.
Az áramot napelemek és egy aggregátor biztosítja, ezen felül megújult a terasz, ami a ház legjellegzetesebb pontja, ahonnét jó időben Esztergom térségére nyílik pazar panoráma. Igyekszünk a házat úgy működtetni, hogy a természetjárók örömére tudjuk szolgáltatni, úgyhogy köszönünk szépen mindent, igyekszünk megfelelni a következő követelményeknek. A ház falán elhelyezett táblát leleplezték, majd a természetjárók tiszteletük jeléül koszorút helyeztek el a fal tövébe. Az ünnepély zárásaként átvágták a piros-fehér-zöld szalagot, ezzel hivatalosan is megnyitott a kapuit a turisták örömére a kulcsos ház. Május 30-án duplán örültek a természetjárók. Ezen a borongós napon a Börzsöny szívében kisírtáspusztán átadták az Ipoly Erdő ZRT által szépen felújított kisírtáspusztai kulcsos házat. Hogy az emberek egymásra találjanak, ahhoz, hogy rácsodálkozzanak arra, hogy milyen szép is a környezet, hogy meg tudjanak ismerni egy-egy adott tájegységet, ahhoz nagyon fontos az, hogy céllá válhassanak ezek a helyek, helyszínek, legyen miért oda menni. És egy-egy ilyen turistaház azért is öröm számunkra, mert egyre több hely van, ahova érdemes oda menni, és nem csak oda menni, megnézni, és aztán azon gondolkodni, hogyan jutok haza, hanem meg is lehet szállni, és egy kicsit több időt is el lehet ott tölteni, és föl lehet töltődni, és meg lehet ismerni egy adott régiót és részt. Ennek a területnek, ahogy elhangzott polgármester asszony szavaiból, egyetlen esélye az idegenforgalom. Ezt elmondtuk sokszor, próbálunk valamit tenni is érte, és reméljük, hogyha a víziút kihasználása, a pisvasút fejlesztése, a kerékpárutak építése és a szálláshelyeknek a megvalósítása így együtt egy teljes programnak a része lehet, akkor van esélyünk arra, hogy valóban Budapest közelsége, a Börzsöny szépsége végül is nagy eredményt hozzon ennek a térségnek. A nagybörzsönyi erdei vasút Tolmácshegyi csúcsfordító tőszomszédságában találhatók a házak. A mostani beruházás keretében az eredeti régi kőépületek teljesen megújultak, elkészült a víz, a fűtés és a szennyvízrendszer, valamint az áramellátás. Teljesen új lett a bútorzat, kicserélték a nyílászárókat, valamint vizes blokkot építettek. A természetjárók kényelmét közös büféhelység és melegítő konyha is szolgálja. Már csak a turistákra várnak a komfortos épületek.